Szőke Adrián megy, és fejjel megtolja a labdát a védője mellett. Ez is remek kiugratás. Lukács, aki pattanott, Jurek lövi be, megvan a vezetés a 17. percben. Szőke Adrián dicséri a gól, mert fejjel elvitte az oldalvonal mellett. Aztán elsőre az ittszer még kimaradt. Lukács lövését bravúrral védte Horváth Dániel, de Jurek Gábor jött a túloldalon, kísérte az akciót, és ha kísérte, akkor be is fejezte. A saját nevelésű diósgyőri játékos, a fiatal Jurek Gábor, aki most kapott U19-es válogatott meghívót, megszerzi a DVTK vezetését. Itt látható, Vicián is zárkózik, és figyel, aztán egy eladott labda, amivel mehet Berzsenyi és Danilovic. Tóth Gergely teszi ki balra. Farkas, találják el, egy óriási gól. Váratlan megoldás a vendégek részéről. Íme a 16-os csücskénél. Gál Bálint rádől és kilövi a hosszú felső sarkot. Nem habozott Gál. Holdan Fismét. Farkas forgatja meg Csemert. Farkas, jó a visszatett labda, és megint egy önfeláldozó bevetődés. Ezúttal Jagodics Bencétől. Szarka Ákos veszi vissza a labdát. Jurek. Jurek egy jó csellel tisztára játssza magát, és jön a lövés is. A labda azonban a hosszú sarokra jött. Pap Marcelről vágódik le. Még meg is lehet szerezni. Szőke Adrián a 16-os vonalánál a lövés. Horváthé felugrott és megakadályozta az ajkai beadás, másodszorra már nem tudja. Danilovic üti. Gál Bálint az egyenlítő gól szerzője. Kicsit vaktában passzolt, és ezzel talán Bényei megindíthatja Lukácsot. Lukács előtt marad a labda. Bényei lekészíti Bertusnak. Jön a beadás, a belőtt labda, gól! Lukács 2-1. Az 54. perc legelején. Na, csak góllá érett ismételten a mezőny fölény. És Lukács Dániel is betalál végre az Ajka elleni mérkőzés második félidejében. 2-1-re vezet Lukács találatával a Diósgyőr. Itt viszont Bényeinek kell szaporázni. Ellövik a hosszú oldal irányába. Nem is sokkal mellé. Vajda előtte, Lukács bent a kapu előterében. Lukács, gól! Micsoda pontos támadás, Szőke Adrián pedig odavarázsolja a labdát Lukács Dániel fejére, aki egy pillanatra elmozgott a rövid oldal irányába, aztán ritmust váltott, és jött a hosszúra. És ha jött a hosszúra, akkor a harmadik gólt is megszerzi a mai este folyamán. Jön a beadás, és érkeznie kellett Viciánnak is. Egy oldalháló, ez sem sokon múlt. Vajda Botond remek cselekkel szökteti Bárdos Bencét. Bárdos még az öt és felesen belül, aztán Horváthnál köt ki a labda. Kicsiben oldja meg a Diósgyőr ezt a szögletet. Vajda Botond jó cselekkel tartja meg Bertus, nem volt les. Vajda még betekeri a bal oldalról a kifejett labdát. Bényei veszi maga elé. Gyönyörű. A lövés és a védés is. Vicián kéri a szurkolókat, hogy biztassák a csapatot, és jön is a lelátóról a támogatás. Íme, hogy Bényei maga elé veszi a labdát, kettőt pattan, aztán célba veszi a bal felsőt. Ott volt Horváth. Farkas. Jön a beadás középre. Szűcs passzolja ki Bárdos Bence elől. És szól a mindent bele. A B középtől a kapu mögül.
És a fejes Szatmári húzódott előre. Holdanf. Egy távoli lövés. Jön Radics, Eppel és Olá Bálint is a találkozó hajrájára. Jól focizott, szép gólokat rúgott a Diós Győr, és magabiztosan győzi le az Ajkát, tartja itthon a három bajnoki pontot. Vajda, Olá Bálint,